Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok bent a szobában, ugyanis kint mindenki készülődik. Davis is készülődik, a feleségem is, a Lucas is, ugyanis el fogunk menni itthonról, hogy hova. Azt még nem tudom, nemrég értem haza a munkából. Valószínűleg, hogy valahova valamit bevásárolom, hogy is kell venni egy pár dolgot. A Lucas születésnapja lesz nem sokára, és meg szeretne nézni egy pár dolgot, ugye, hogy mit szeretne, bár egy valamit vettünk neki, nem árulhatom el, hogy mit, ugyanis, hogyha nézi a Lucas a videót, akkor rá fog jönni, hogy mit fog kapni. De még valami apróságot szeretnénk ugye neki venni, valamit akar ugye nézni magának. Az időjárás, látod, ilyen szépen süt a nap. Alig van egy-két felő az égen, arra felé szinte nincs is. Képzeld, azt mondják, hogy jövő héttől itt a nyár vége, mármint elmegy ez a nagyon nagy meleg, ez a 35 fok, és visszajön ez a normális idő, ez a 28-29 fok. Ugye általában ilyenkor ugye február végén szokott lenni. Idén nyáron elég sokáig tartott ez a rettentő meg, nem tudom, hogy miért. Mindegy, amit akartam mondani, képzeld el, a héten elkészült az autó. Már majdnem teljesen, ugyanis feltettem a matricákat, az összes matricát az autóra. Ezt meg fogom nektek mutatni. A Facebookon egy képet megosztottam róla. Nem tudom, mennyire láttátok, vagy mennyire nem, ugyanis lehet, hogy annyira nem lehetett látni. Majd megmutatom, hogy miért nem. Volt egy ilyen piros sík, valaki csak a piros síkot látta, ugyanis van egy piros sík az oldalába. Amint lemegyünk, kiállunk, lehet, hogy a parkolóban megmutatom nektek a bevásárlónál valahol, ugyanis a napon jobban lehet látni, mint itt lent a sötétben mi nálunk. Szerintem elég jó lett. És majd megmutatom a kerekeket, ugyanis kerekeket nem vettem, de megmutatom, hogy lehet, hogy nem is veszek rá, és megmondom, hogy miért nem. Úgyhogy, és megnézem, hogy a Davison van-e már pelenka, és hogyha van meg kész a család, akkor mi lassan elindulunk. Készülődek, mindjárt kész vannak, azt mondták, gyorsan, amit akarok mondani. Megosztottam az, hogy ezt a videót, hogy hogyan lehet nálunk házat venni, ugye itt Ausztráliában ez az ingatlan vásárlás, hogy hogyan megy a kölcsön, és kaptam egy pár ilyen kommentet, ugye, hogy akkor sincsen igazam. Ugye itt nem arról volt szó, hogy igazam van-e, vagy nincs igazam. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, volt egy videó korábban, egy ingatlan vásárlás Ausztráliában, ez volt azt hiszem a címe. Gondoljátok, nézzétek meg, hogyha nem láttátok, arról a videóról beszélek. És itt nem, tehát egy páron írták nekem, hogy ugye, hogy nincsen igazad, mert akkor is megéri házat venni. Erről lesz egy második rész, megéletés Ausztráliában, és ebből a videóban fogok beszélni egy kicsit bővebben, hogy mennyit keresnek nálunk az emberek, mire költik a pénzüket nagyjából, hogyan lehet venni házat, hogyan lehet rá összeszedni pénzt, ugye az előlegre. Egy videóban erről külön szeretnék beszélni, ugyanis egy páran írták, hogy nincsen igazad. És itt nem arról volt szó, hogy kinek van itt igaza. Mindenki másképp látja a dolgokat, én így látom a dolgokat, valaki másik oldalt ott a kamerán úgy látja a dolgokat, tehát nem tudom, hogy miért akartak egy pár emberrel veszekedni, meg na mire. Úgyhogy erről majd egy másik videóban szeretnék beszélni, és remélem, hogy tiszta lesz a kép mindenkinek, de végülis én így gondolom, ti vagy más valaki úgy gondolja, tehát ebből nincsen probléma, nem kell azért veszekedni ilyen dolgot. Na minden, most már talán elkészültek, úgyhogy talán el fogunk tudni indulni. Aztán mutatom a szemüvegemet, ugyanis a múltkor néztem szemüveget, ilyen napszemüvegeket, és mutatom, mit csináltam az én régi szemüvegemmel. Lefestettem, látod? Nem másra, mint Mazda színre itt az oldalát, ilyen, várjál, mutatom milyen festékkel, olyan, mint a körömnak. Csak ilyen tárcsább festék, hogyha valami leverődik a Mazdán, véletlenül kavics leveri, akkor így ki tudod javítani, látod, ilyen javító festék, és rákentem így a szemüvegemnek az oldalára, nem tudom, lehet látni, vagy nem. Én azt mondom, hogy egy kicsit jobban néz ki. Nem lett a legszebb, oppá, mire léptem rá? Nem lett a legszebb, de szerintem szép lett. Ugyanis kell egy új szemüveg, ugyanis ez a szemüveg ilyen Ray-Ban szemüveg. Tehát nem ez az olcsóbbik, ez a 10 dolláros változat, ugye? És képzeld el, ez a szemüvegem megvan most nem ennyi 3 éve. Múltkor mondtam én a szemnektek. És kezd lejönni ez a felső réteg róla, és minden ráragad. Tehát ha megpróbálom megtisztítani, mondjuk itt a pólómmal, ilyen szöszmöszös lesz az egész. Hogy miért fogalmam nincsen, úgyhogy kell vennem egy új szemüveget, nézegettem új szemüveget, majd megmutatom nektek, hogy miért találtam. De addig is ezt a régit lefestettem, úgyhogy most ezt használom. Bár nekem eléggé tetszik, látod, mert ilyen Mazda színe van, úgyhogy lehet, hogy meg is tartom, és egy ideig nem is fogok újat venni, de majd meglátjuk. Na minden, a Davis az kész van, látod, éppen nézi a tévét. Szerbusz, mi a helyzet? Nem figyel, jön is, ja, a kedvenc meséje megy a tévében, várjál, megbiztom, a kis jött. Szerbusz, na mi a helyzet? Megvan mindened? Jó. Rendben van, ugyanis a Lucas ugye megy a szüleimhez, szombat van, ugye szombatok én át szokott menni egyet, aztán elmennek az öcsémhez. Ma is mentek a tét. És mit csináltál? Megmutattad a habtestedet? Felakultam! Mit? Felakultam!
Ja, meleg van, még mindig meleg van, nem sokáig. Egészen, ahogy mondtam, holnapig, ugyanis vasárnapra mondta, ja, holnaptól mondta a felhőzést. Most mit csinálsz? Cipő, aztán indulunk, mert sose fogunk odaérni. Meg vagyunk! Még mindig elfelejtem, hogy ez az autóhoz kell kulcs, ugye nem gombbal nyílik. Még... Ez új. Mit? Ez újabb. Ja, az új. Megérkeztünk, mutatom neked, látod? Mindjárt lálunk is egy helyet. Úgy nem máshol jöttünk, mint ide a Pacific Fairbe. Mutka nem itt voltunk, Lucas? Ja, mondta. Mutka is ide jöttünk. Miért jöttünk megint ide? Nem tudom. Nem tudod, mi? Szerintem a fagyér, ugyanis a Lucas mindig ezt a fagyit akar enni. Ezt az epreset, ugye? Vagy nem is epres. Milyen fagy ez? Én nem tudom, ilyen, ja, valami olyan, mint az eper. Eper, mála, mindenféle fajta egyben. Na várjál, meddig tudunk menni. Úgyhogy, és megálltam az autót, majdnem a gombbal akartam megint, de itt a kulcs. És megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a matrica kívülről. Majd írjátok meg ugye a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla, hogy jó lett-e, vagy nem lett jó. Nekem tetszik. Na várjál, kiszállok. Még a feleségem kiveszi a Davis, meg a Lucas is kiszáll, és megmutatom nektek. Tehát, mutatom neked. Látod? Ez az első. Ide az oldalára tettem egy ilyen félvonalas matricát. Ide van írva, hogy XR6 turbo, ugye mivel XR6-os az autó és turbo változat. Benne van ez a piros csík, ugyanis a hátulján a turbo, várja, mutatom neked, várja. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem, de látod, pirossal van ráírva a turbo, tehát azért van benne a piros csík. Aztán itt a spoiler, én mutatom, van egy ugyanilyen piros, és egy ilyen színű, ez ilyen csákó színű, nem tudom mi. Micsoda? Ja, ha bántod, hogyha megsimogatod, olyan jó érzés. Aztán mutatom neked az elejét, ugyanis a motorháztetőn is van egy ilyen kisebb. Rá van írva, hogy FGX XR6, ugye az autónak hogy milyen kiadás. Látod, itt az egyik, meg a túloldalt is van egy. Várjál, megmutatom neked gyorsan. Nem tudom, mennyire lehet látni itt a napba, vagy nem. Aztán oldalról. Látod, amúgy azért választottam ezt, és azért nem akarom lecserélni a kereket, mert a kerék, ugye mondtam, hogy hasonló, mint a tükör. Látod, ilyen színű, meg ez is a matrica is hasonló, tehát egybe megy az egész. Most lecserélném feketére a kereket, akkor lehet, hogy egy kicsit elütne tőle, ugye az elej is ugyanolyan. Úgyhogy nem tudom, írjátok meg, hogy mit szóltok hozzá. Nekem tetszik, az öcsémnek is tetszik, apukámnak is tetszik. Hát egy csomó, itt belhagytam az autó, aztán gyorsan megyek. Ugye gondoljátok, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Úgyhogy megyünk be a bevásárlóba. Oda nézd, mi vagy te, varázsló? Milyen kalap az? Na várjál, megyünk. Mi, hova megyünk? Na itt találtál te! Mi ez? Ez valami lányos játék, nem? Mit csinál ez? Te! Ott valamit ledobtál, mi volt az? Szemét! Ez micsoda? Nam. Mi ez? Van ilyen nálatok? Én fogalmam is, hogy ez micsoda. Látod? Ilyen figurákkal is jön, meg mindenféle fajta dologgal itt világít. De hogy pontosan ez micsoda, mi az? Mit találtál ott? Jaj! Valami süt is valami, látod? Mit találtál? Zebrát? Mi van ottan? Van ottan coca, van itt... Mi az? De nem tudod azt kiszedni. Mindenféle fajta állat, látod? Elefánt, mi az ott? Zebra? Zebra tetszik neked? Hoppá! Van itt még dinoszaurusz is. Mindenféle fajta kutya! Ja, mi ilyet szeretnél? Valami ilyesmiféle állatot? Nézd, itt van kóla, látod? Ott a kenguru, nézd, ott a kenguru. Aztán jeges medve. Na, hova megyünk? Vissza a zebrához. Mit találtál? Ilyen toll, nem tollat, ilyen, minek hívják ezt? Sharpie! Nem tudom, mit megmondják magyarul. Ja, várjál, hova húzol? Merre megyünk? Vissza a zebrához? Nem, másfelé megyünk. De ezek a lányos játékok, látod? Vissza ide. Itt mit láttunk? Házikót. Nagyon jó. Végeztünk, menjünk vissza az autó felé. Megint elfelejtettem elhozni a szemegemet, ugye a kamerás szemegemet. És a Davis-szel elég nehéz úgy mostanában filmezni, ugye tartani, menni utána meg filmezni is. De legközelebb azt hiszem, hogy elhozom. Megint aztán tudom filmezni, ment mindenhol. Na, de nehéz a segged. Na, hol álltunk meg? Ajt átmegyünk, és ott szembe valahol. Ott az autónk, látod? Amúgy még a tetét majd valószínűleg meg fogom csinálni ilyen fényes feketére, ilyen glossosra, szerintem jobban fog kinézni, de a fekete kereket lehet, hogy mégsem rakom rá, ugyanis ahogy mondtam, ez a színnel, mintha jobban menne hozzá. Na már kinyitjuk az ajtót. Oda, másszál be az ülésedbe, jó? Ne előre! Mit csinálsz? Mondom, hogy ne előre, hátra! Nyuszi, hátra!
Megyünk hazafelé, nem más, mint a szüleimtől, képzeld el, amúgy itt mennek előttem, látod? Mármint apukám meg az öcsém, ugyanis jönnek át hozzánk, mert viszem haza a Mazda kerekeit. Ugyanis az öcsém, ugye tudjátok, az öcsém megvette Mazdát tőlem, és na várj, csak közben fordulok, vett rá új kerekeket, gumit, kereket, ugye mindent, ugyanis másfajtát szeretett volna, mint volt rajta, úgyhogy mondtam, hogy én meg a régieket elteszem, ugyanis ugye vissza akarom majd vásárolni tőle, mikor egyszer majd eladja pár éven belül, mondtam, nem tudom mikor, lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő, lehet, hogy három, vagy öt, sose lehet tudni, de mondtam, hogy visszavásárolom. Közben lejártunk itt a piros lámpánál, ez a lámpa mit van nálunk, és mindig rettentő sokat kell várni. Az idő, mutatom, mármint nem az időt, hanem a fokot, nem tudom, látjátok ennek, vagy nem, milyen fókuszol a kamera. 26 fok van, képzeld el, 26 fok. Korábban 30 mennyi volt? 31-32, úgyhogy kezd leülni a levegő, még a végén igazuk lesz, hogy holnaptól nem a rossz idő van itt, de a lehűlés ide érkezett. Na várják, közben is fordulunk. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan visszük fel az emeletre. Mármint fel tudjuk vinni, vagy belerakjuk egy ilyen kosárba, vagy egyenként ugye felvisszük, és hogy hova teszem, vagy az erkélyre kell, hogy kitegyem egy másfél-két hónap, ugye még el nem költözünk, vagy a Lukasz szobájába. Bár nem hiszem, hogy a Lukasz örülne négy darab keréknek a szobába. Felérkeztem, felosztuk a kerekeket, megmutatom nektek. Oda nézz! Itt a Mazda kerekem, emlékeztek rá, ilyen szép fekete, és ez nem is fekete-fekete, de nem az a fekete-fekete, nem tudom, látod? Olyan szép. Úgyhogy itt lesz, már nem itt lesz, hanem kint az erkélyen valószínű egy darabig, vagy pedig nem, az erkélyen lesz, az a szobában nem fér be. Csak megvárom még a Davis elmegy fürdőbe, ugyanis ott nézi a tévét, és kinyitom azt az ajtót, kiíró van az erkélyre, és nem fog bejönni holnap reggelig, ugyanis nagyon nehéz visszahozni az erkélyről a Davis-t, de aztán azon gondolkodtam, amikor hoztuk fel a kerekeket, komolyan mondom, ilyen Mazdát így alkatrészenként fel lehet ide hozni, mármint nem ide, de mintha az enyém lenne a ház, vagy mármint a lakás egy kicsit nagyobb lenne, alkatrészenként felhoznánk, és ide valahol ki tudnánk, össztudnánk rakni a Mazdát, gondold el, volt ilyen film, a Fast and the Furious, nem? Abba is ilyen autó volt, fönt valóban nagyon magasan, már nem Mazda, hanem a nagyon drága autó, másfajta, de azt is ugye egyenként ugye felvitték, jól néz neki, gondold el itt a szobába, hogyha egyedül laknák, komolyan mondom, lehet, hogy ide kellene állítanom, és milyen szépen néz neki egy, na minden, amúgy hülye ötlet. Mi a helyzet? Mi mit nézünk? Már megint a Dagit nézzük? Te! Nem tudom, hogy ez a mese van elálltuk, hogy nem ez a Dagi mese, ilyen kutyás valami. Nem tudom, a Lukasz annak idején ezt nem ismert, hogy ez valószínűleg ilyen újabb mese, legalábbis én azt hiszem. Davis rettentően szereti. Aztán mit akartam mondani? Ugye megosztottam valami ötöt ma, és csak így gyorsan belenéztem a kommentekbe, aztán láttam egy kommentet, valaki írta, hogy ez nagyon butaság ez a mai videó, ez a kínai italkóstolós ugye videó. És amit akartam mondani, üzenni ezeknek az embereknek, ugye akiknek sokszor sok minden nem tetszik, a csatornát nézik fiatalabbak, idősebbek, középkorúak, tehát ezek a videók mindenkinek készülnek. Tehát, mikor megosztom azokat a videókat, például a múltkor az ingatlan vásárlásról itt Ausztráliában, a 10 évesek sem reklamáltak, ugye a 10 évesek, 12 évesek, hogy ez milyen buta, egy hülye, egy videó, miért lehet ilyet csinálni. Úgy, ahogy az idősebb korosztálynak, itt nem idősebb, közép, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem közép, a 20 éveseknek, 30 éveseknek se kellene reklamálni, hogyha ilyen videókat osztok meg, mert ezek a fiatalabb korosztálynak ugye készülnek, és azért, mert nem tetszik, arról én tehetek, de ez van, ha nem tetszik, nem kell nézni a videókat, ahogy mindig el szoktam ugye mondani, tehát nem kell reklamálni, hogy ilyen gagyi lett, ilyen nagyon buta hülyeség, miért kell ilyen videókat csinálni. Azért, mert szeretem ezeket a videókat csinálni, főleg a Lukasszel. A fiatal korosztálynak ez tetszik, legalábbis ahogy látom a kommentben, remélem, hogy tetszik. Ha tényleg nem tetszenek senkinek, ugye akkor csak ő ugye tudatnál mindenki velem. És ahogy mondtam, én szeretem ezeket a videókat csinálni a Lukasszel, a fiatalabb korosztály szereti, az idősebbek lehet, hogy nem, hogy szoktam mondani, de őnek itt meg készül el időközönként olyan videó, mint pénteken az ingatlan vásárlásról, vagy csütörtökön, nem is amikor volt a videó. Ja, Dagi! Ott jön a Davis. Tehát ezzel próbálok ugye mindenkinek készíteni, minden korosztálynak videókat. Tehát reklamálni lehet, de nagyon nem érdekel max, hogyha idegesít, letörölöm a kommentet és leblokkolom az illetőt. Ami ilyen mostában sokszor előfordul, nem tudom, hogy észrevettétek vagy nem. Lehet, hogy nem vettétek észre. Úgyis mostában azt sem, hogyha kapok egy rossz kommentet, törlöm a kommentet, blokkolom az illetőt, tehát utána írni se tud egyáltalán. És lehet, hogy azért nincs olyan rossz, annyi rossz komment, ugye, mint régebben, ugyanis régebben nem szoktam, ha le is töröltem a kommentet, nem szoktam blokkolni az illetőt. Ha most úgy gondolok egy kommentet, hogy
olyan bántó, legalábbis számomra, én úgy érzem, vagy valami butaság, letörlöm, blokklom az illetőt, és többet sose hallunk róla. Úgyhogy lehet, hogy azért nincs ennyi rossz komment mostanában a csatornám. De ahogy mondtam, ugye minden korosztának készülnek ezek a videók, tehát én remélem, hogy azért tetszik, nem is ugye mindenkinek, de ha nem tetszene, ahogy mondtam, biztos, hogy megosztanátok velem. Várják, hogy ezek el valamit innom, mert kezdek szomjas lenni. Volt egy vizem, csak azt nem tudom, hogy hol lett, hogy behagytam még az eszkénybe, ugye ütőtáskámból is. Ja, behagytam. Ugyanis ma dolgoztam, kint dolgoztunk megint, tegnap is kint dolgoztunk. Mit csinálsz? Porszívózol? Hm? Nagyon jó. Vigyázott a kerekekre, nagy megporszívózd a kerekeket. Hallod? Arra felé, ott nyugodtan porszívózhatsz. A gumikat megporszívózhatod, de nem a tetejét. Jó? Nehogy megkarcolt. Kint dolgoztunk, rettentő meleg volt ma meg tegnap is, az volt a szerencsé, hogy ma csak délig dolgoztunk, körülbelül olyan délig, és előbb befejeztük ma a munkát, úgyhogy már próbálom kinyitani a vizemet egy kézzel. Még el nem felejtem, bekapcsolom ezt a bogár riasztót, ezt a szúnyog riasztót, látod? Itt van az ablak mellett, és én azt mondom, hogy semmit nem ér most már. Az elején még valamit ér, de mostan lehet, hogy kezd kifolyni, de bejönnek ezek a szúnyogok. Bár soha nem annyi szúnyog jön be, mint egy vagy pár hete, ugye, amikor megvettük, de még tegnap este is képzeld, hogy bejött egy szúnyog, és lehet, hogy kifolyott, de most már nem hiszem, hogy újra fogom tölteni. Hova mész? Mi? Vacsorázunk? Vagy mit csinálunk? Hova sétálsz? Lekapcsoljuk a villanyt? Mi? Ja, de fel van kapcsolva. Nem lekapcsoljuk. Mi van ott? Ja, mit akar? Meg akarod nyomni? Na nyomjad meg! Egyet! Ups, na, lekapcsoltuk! De mondtam, hogy felkapcsoljuk, hát kezd sötétedni, nem gondolod? Felkapcsoljuk? Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, hogy reggel jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor néztek, ugye azt szoktam mondani. Sziasztok!